köszöntünk mindenkit a Pöndöly család éves bemutató műsorán, melyet a Nagy Pöndöly Hegyen innen, Dobon túl című koreográfiájával nyitottunk. Az erdélyi mezőség egyik románok lakta, Dimbes Dombos vidékén található Budaterke táncaiból láthattak ízelítőt. A koreográfiát készítették Pottpács Beáta és Kirs Zoltán. A nagyok után most két kicsi csoport mutatkozik be, először a Döpörtyű Pöndöly, majd az Apró Pöndölyösök. Mindkét csoport Szűkebb Hazánk Maranya táncaival és játékaival foglalkoztak a tanév nagy részében. A bukovinai székelyek polgári táncait a szomszéd település Hosszúhetény Verbúgja és Csárnása követi. A koreográfiát készítették Németh Csilla és Kirs Zoltán. Yeah.
tegnapi nap nagy sikerű táncát ismétlik meg a radpöndölyös legények, akik kalapaszegre kalauzva járják el önöket. Két falu, Bogártelke és Inaktelke legényes táncaiból készített összeállítással kedveskednek önöknek. Táncokat betanította Bakó Bence, Mészáros Dávid és Kír Zoltán. Az összeállítást készítette Kír Zoltán. Utánuk a színpadot a Komlói Kökönyösi Gimnázium, Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, népi ének és népzene tanszakának növendékei, Kír Boróka, Molnár Veronika, István Hanna, Horváth Imola, Kőhidi Tamás, Polics Márkó és Hegedűs Botont, valamint felkészítő tanáraik, Rákpap Cecília és Oberhofer Csenger töltik be. Nem csak a tanév során, hanem a nyári táborok alkalmával is együtt énekelnek, zenélnek. Így ismerkedtek meg a mezőségben található Buza falu gyönyörűséges dallamaival. Ezt követően sem áll meg az énekszó. A kispöndölyös lányok sárközi karikázó során mutatják meg csengő hangjukat. A táncokat betanította és a koreográfiát készítette Németh Csilla. Oh!
este folyamán a Sár Arany zenekar és a Rozsdás. A Rozsdás Vezes műhely biztosította. A táncosokat tanították Németh Csilla, Oszpár Beáta és Kív Zoltán. Műsorszámként a nagypöndölyös táncosokat láthatják. Az idei tanévben többek között az Arad vidéki románság, azon belül nadab táncaival ismerkedtek. A koreográfia olyan karácsonyi állatutánzó, alapváltó szokás dolgoz fel, amely a magyar kántálással rokon. A turkás csoport házról házra jár Szenteste, és a dramatikus népsokás keretein belül jelenik meg a jókívánság és termékenység áldása, valamint Jézus születésének hírül adása. A koreográfia címe Turkás Zsok. Készítette Farkas Ágnes és Farkas Tamás. Megköszönjük szíves figyelmüket, reméljük a következő bemutatón is találkozunk. Szép estét kíván a Pöndöly és jó magam, következzék a Turkás Zsok.